Sziasztok mindenkit, üdvözlök! Ismételten jelentkezem egy félkonfig videóval, amit a használt piacról állítok össze. Előzetesben le kell szögezni, hogy nagyon jó árérték arányban lévő hardvereket válogattam össze, amik remek alapját fogják képezni egy nagyon erős és mondhatni időtálló gamer PC-nek. Több 10.000 forintot spórolva tudjuk ezt összeállítani, és a maradék pénzből akár megvásárolhatjuk a többi komponenst is egy teljesen komplett gamer PC-hez, és végösszegként nagyon sokat spórolva fogunk kijönni az árból. Úgy értem, hogy nagyon sokat, hogy a használt árakhoz képest is nagyon jól, nem csak a bolti árához képest, és cserébe nagyon kemény gamer teljesítményt fogunk kapni. Processzor Intel Core i7 7700, 64.000 forintért. A legolcsóbb helyet megnézzük az árukeresőbe, akkor olyan 90.000 forintnál kezdődik ez a processzor, aztán annál csak drágább lesz. Így mint egy 25-30.000 forintot spórolva be fogjuk tudni szerezni ezt a legújabb generációs i7-es processzort. Alaplap ASRock H270 Pro 4, nagyon olcsó, nagyon jó, megbízható, még egy BIOS frissítés sem kell, ha esetleg egy korábbi 1151-es H170-et vennénk, ugye ez a 7700-al egy generációs alaplap, teljesen jól összepasszolnak, és nagyon olcsón fogjuk tudni beszerezni az adott hirdetésben. Videókártyából kettő kiváló ajánlat is lenne, az első Gigabyte GTX 780, Windforce 3 hűtés, kiváló ez a videókártya hűtés, nagyon halk, nagyon hűvösen tartja a kártyát, és 42.000 forintért tudjuk megvásárolni. A GTX 780 még mindig bőségesen erősebb olyan videókártyáknál, mint a GTX 960, akár a 2, akár a 4 GB-os, vagy a GTX 1050 Ti. Gyakorlatilag egy 780 ezeket a videókártyákat megeszi reggelire. Másik ajánlatom egy GTX 780-nál is jóval komolyabb kártya, egy Asus GTX 970 DirectCU 2 4 GB 60.000 forintért. Ugye a GTX 780 után ott van még a 780 Ti, ami egy 10-15 FPS-sel átlagban többet tud a sima 780-nál, aztán a GTX 970 még egy picikért többet tud a 780 Ti-nél is. Egy ilyen videókártyát vásárolhatunk meg. AMD oldalról jobb az RX 470-nél, kb. Az RX 570-nel lehet egálban, játékonként eltérő, de szerintem nem túlzás kijelenteni feltétlenül egy GTX 970-nél, pláne nem egy OC-zottról, hogy RX 570 magasságokban mozog a videókártya. Az Asus Strix hűtés szintén jó, nem fog 100 Celsius fokot elérni a videókártya, kifejezetten nem lesz hangos sem, úgyhogy ezekkel a hardware eszközökkel nagyon jó vásárt fogunk csinálni. GTX 780 és egy GTX 970, attól függ melyik mellett döntünk, még ma is bőségesen ki fogja szolgálni a játékokat, nagyon jó FPS értékkel és gyakorlatilag maximum közeli beállításokkal. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!